Magyarország kormánya nevében Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke megbízásából jöttem, hogy ma este önökkel együtt ünnepelhessek. Az első és legfontosabb feladatom, hogy a miniszterelnök és kormánya nevében köszöntsek minden debreceni polgártársamat, Isten éltesse a debrecenieket, és még egy nagy taps is. Az igazság az, kedves debreceniek, hogy lassan, szinte napra pontosan 25 esztendeje annak, 1998. október 18-án, hogy Debrecen városa egy új korszakot kezdett az itt élők életében. Ezelőtt az elmúlt 25 éves korszak előtt szeretnék első lépésként mondandó belső részben tisztelegni, fejet hajtani a kormány nevében a debreceni polgártársaink fantasztikus teljesítménye és munkája előtt, hiszen az elmúlt 25 esztendőben egy új város született. Itt szeretném külön köszönteni a korszak alapító polgármesterét, Kósa Lajost, aki itt húzódik meg valahol a színpad mögött, Debrecen város örökös szenátorát, Pósán László tudós képviselőtársamat, és Tasó László képviselőbarátomat, akik ennek a fejlődésnek az elmúlt években, évtizedben, sőt az elmúlt 25 esztendőben mind-mind motorjai voltak. Az elmúlt 25 évben mi magyarok úgy gondoljuk, hogy Debrecen szintet lépett, egy új város, egy új közösség született, közép-európai mércével is észlelhető az a változás, ami itt végbe ment. A debrecenieknek sikerült az, ami nekünk még magyaroknak nem. Újra centrummá válni, újra központtá válni, újra egyesíteni a sok részre szakadt Alföldet. Hiszen ebben a 25 esztendőben Debrecen lett az Alföld centruma. Mi, Magyarország kormánya, úgy tekintünk Debrecenre, hogy Debrecen Magyarország második fővárosa. És kedves vendégek! Én azt gondolom, a Pannóniától Pannoniá keletre ma már minden út a kálvinista Rómába vezet. Azon dolgozom, hogy a Pannóniától nyugatra is lassan minden út a kálvinista Rómába vezessen. Azonban megtanulhattuk, és én magam ebben élen jártam, hiszen tízesztendőn keresztül Debrecen kistestvérét, hódmezővásárhelyet, a másik református várost vezettem, hogy egy város sohasem csak habarcs és tégla, egy központ sohasem azért fontos, mert oda mennek a vasútvonalak, vagy repülőtere van, és egy fővárosnál sem a GDP számít a leginkább. Ezek a szempontok csak akkor értelmezhetőek, hogyha egy város szellemi központ is. Ezért ma Debrecenben a Múzsák templomát avatjuk, Ma végső soron egy templom avatásra jöttünk össze. És hogy a debreceniek sokat áldoztak ezért, azt jól megírta 1915-ben Krúdi Gyula, aki nem csak tükröt állított Debrecen szívis polgárainak, de észrevette, milyen fontos volt, hogy Csokonai Mihályról nevezték el a színházat. Bizonyos vitéz, debreceni diák, ez időtájt, sőt mostanában a századfordulón a legjobb verseket írta. Nemzeti büszkeség a neve, köztisztelete, gyönyör, mint a nőkkel való csókolózás. Valóban ma templomot avatunk, ami Csokonai Mihály nevét vezeti és viseli: a szellemtemplomát, a tudástemplomát, a művészettemplomát, a tánc és a zeneközpontját. A kormány nevében szeretnék gratulálni és megköszönni a lehetőséget, hogy a magyar adófizetők pénzéből 8 esztendővel kötött szerződésünk alapján mintegy 12,7 milliárd forinttal támogathattuk a színház újjászületését. Tettük ezt egy fantasztikus program keretében, amelyben 23 magyar megyei várossal kötöttünk szövetséget, annak érdekében, hogy ezek a városok Budapest mellett lehetőséget kapjanak a fejlődésre, a tehetség és a fölzárkóztatás lehetőségére. Ezek a városok Debrecentől Hódmezővásárhelyen, Sopronon keresztül, Nyíregyházával bezárólag, ez a 23 megyei jogú város összesen 2000 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőséget kapott arra, hogy újjá Debrecen jól élt ezzel a lehetőséggel, az önök polgármestere kiváló szerződést kötött. Büszkék lehetnek erre az alkotásra azért is, mert nehéz időkben született, és erről szólt a polgármesterük, hiszen a pandémia és a háború megváltoztatta a viszonyokat. Nem csak azért jöttem, hogy ma fogadott prókátorként dicsőítsem a nemet Svárost, hanem azért is, hogy segítséget kérjek és együttműködést ajánljak. Magyarország a XXI. század második évtizedében, tíz nagyon sikeres esztendő után, Három nagy kihívással szembesül. Az első, hogy a mai megváltozott körülmények, világviszonyok és erőviszony változások közepette nem vagyunk elég nagyok. Sem ami a területet, sem ami a lakosság létszámot illeti, annak ellenére, hogy az elmúlt tízesztendőben a nemzetegyesítés segítségével egymillióval millióval nőtt a magyar állampolgárok száma, de eredmények ide vagy oda. A mai világban nem vagyunk elég nagyok. A második problémánk, hogy nem vagyunk elég erősek. Nem elég erős a hadseregünk, nem elég erős a védelmi iparunk, és amilyen kettőnél talán még nagyobb baj, nem vagyunk elég gazdagok. Ezért aztán nagyon egyszerű a következő tízesztendő országépítési pro programja: Magyarország legyen nagyobb, Magyarország legyen erősebb, és legyen sokkal gazdagabb. Nem fogadjuk és nem fogadhatjuk ezt azt el, amit az elmúlt évtizedben közösen elértük. Nem, elé, nem lehet elégséges, nem elégedhetünk meg azzal, amit az elmúlt tízesztendőben elértünk. Sokkal nagyobb ambícióra van szükség. Az a célunk, hogy a Kárpátoktól délre Magyarország legyen a legerősebb, a legbefolyásosabb és a legfontosabb ország ebben a régióban. A kérdés, a nagy célhoz képest nagyon egyszerű. Hogyan és miként érhetjük ezt el? Ebben a városban és ebben a közösségben, a protestantizmus fellegvárában nem kell talán külön hangsúlyoznom a munka becsületét, a munka szeretetét és a munka fontosságát. Magyarország akkor lesz a következő tízesztendő munkájával erősebb, gazdagabb és sokkal sikeresebb ország, hogyha még többet és még jobban dolgozunk együtt. Ezért aztán munkát ajánlani is jöttem Debrecen minden polgárának, és magának a városnak is. Az a meggyőződésünk, hogy a nagy célt és a nagy kitűzést, a nagy célkitűzést csak akkor tudjuk elérni, hogyha a munka alapú társadalomra építve, az eddigi eredményeinken túllépve, magyarok munkájából magyarok haszna lesz. Tíz év múlva Magyarország lehet a térség legerősebb országa, és Debrecen Budapest országon kívül, a másik Magyarország fővárosa. Debrecen olyan város lehet, mint amilyen Németországban Hamburg és München. Ehhez hoztunk fontos döntéseket az elmúlt időszakban akkor, amikor Debrecen számára megnyitottuk a gazdasági fejlesztés lehetőségét. A Debreceni gazdasági övezet fejlesztéséről immár 500 milliárd forint értékben hozott döntést a kormány. Ez jelent új munkahelyeket, új befektetéseket, vasutat, utat és számos olyan ipari-gazdasági létesítmény beruházást, amely hozzájárul az itt élők életminőségének javításához, emeli ezt a várost és ezt a közösséget. Ez azonban még nem lesz elég a kitűzött célhoz. Sokkal több erőforrásra lesz szükségünk, sokkal több lehetőséget szere szeretnénk önöknek teremteni, és készen állunk arra, hogy újabb eszközöket biztosítsunk a fejlesztéshez. Az a célunk, hogy az egyetemnek a városnak, a munkaadóknak és a munkavállalóknak még további 500 milliárd forintot biztosítsunk, hogy Debrecen tovább fejlődhessen. Kedves Debreceni polgártársaim, kedves polgármester úr, kedves László! Végül szeretném fölhívni a figyelmét mindenkinek, hogy egy komoly kihívásokkal teli, nehéz esztendő előtt állunk. Azt kérjük mi a kormányzatban a polgármesterüktől, azt kérjük mi fideszesek Lászlótól, vigyázzon Debrecenre. Mondom ezt azért, mert manapság divatja van annak, hogy a haladás ügyét megpróbálják szembeállítani, szembefordítani a haza ügyével. És valóban meg kell tanuljuk itt Debrecenben is, hogy a haladás nem kerülheti el a haza és a város ügyét és érdekét, a kocsi nem előzheti meg a lovat. Ezért a polgármesternek fontos feladata és kötelessége, hogy ne hagyja, hogy mások megosszák ezt a közösséget. A polgármester dolga, hogy megakadályozza, hogy szembefordítsák a város polgárait egymással, hogy szembefordítsák a haladás és a hazaügyét. Ehhez az önök polgármesterében megvan a szükséges tehetség, megvan a bátorság, és tőlünk minden támogatást meg fog kapni ehhez. És ha ez így sikerül, ha sikerül egyesíteni a várost és megakadályozni a megosztást, akkor 25 esztendő sikeres városa után Debrecen lesz a győztes város a következő 25 esztendőben. Ehhez kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, Isten éltesse Debrecent, hajrá Debrecen, hajrá Magyarország!